A mai videóban 6 olyan ételcsoportról lesz szó, amelyek segítenek abban, hogy növeljük a testünkben az antioxidánsok szintjét. Szeretettel köszöntök mindenkit! A hosszú egészséges élet nem egy időpillanatban érhető el, hanem kizárólag folyamatos, rendszeres, tudatos tápanyagbevitellel lehetséges, és ebben azoknak az ételeknek és kiegészítő táplálékoknak, amelyek növelik az antioxidánsok szintjét a szervezetünkben, kulcsfontosságú szerepük van. Az antioxidánsok azért kulcsfontosságúak a betegségek megelőzéséhez és a hosszú egészséges élethez, mert semlegesítik a nem kívánatos szabad gyököket. A szabad gyökök többségét azért kell semlegesíteni, mert károsítják a sejtjeinket, magát a DNS-t is, tehát az örökítő anyagunkat, majd gyulladásokhoz, végül betegség kialakulásához vezetnek. A szabadgyökök azért károsítanak, mert olyan molekulák, amelyeknek hiányzik egy elektronjuk, ezáltal nem stabilak, így a hiányzó elektront úgy próbálják pótolni, hogy elektront vonnak el a környező sejtekből, ezzel károsítva a sejtjeinket. A testünkben az antioxidánsok hálózatban dolgoznak, egymást segítve. Ez azért lényeges, mert amikor egy antioxidáns semlegesít egy szabadgyököt, átad neki egy elektront, hogy az adott szabadgyök többé már ne legyen szabadgyök, az stabil legyen, viszont ezáltal neki lesz egy elektronnal kevesebbje, így ő válik szabadgyökké. Így az adott antioxidást, amely most már szabadgyök, egy másik antioxidáns fog kisegíteni, és ez így megy tovább. Ezért önmagában egyfajta antioxidást bevinni kapszulával vagy tablettával értelmetlen, és nem is biztos, hogy a legtöbb esetben jót teszünk vele. Itt főként olyanokra kell gondolni, mint a mesterséges C-vitamin, A-vitamin, E-vitamin, beta-karotin tabletták és kapszulák. Nézzük most az első csoportot, olyan ételeket és kiegészítő táplálékokat, amelyekkel a glutatión szintet tudjuk emelni. A glutatión testünk egyik legfontosabb saját antioxidánsa, kulcsfontosságú szerepe van a méreganyagok eltávolításában. A glutatión egy kénalapú antioxidáns, ezért legfőképpen olyan ételeket tudjuk növelni és bevinni, amelyek kénalapú összetevőket tartalmaznak. Ilyenek a keresztes virágú zöldségek, például brokkoli, karfiol, káposzta, kelbimbó, retek, a máriatövis magörlemény, a hagymafélék, illetve támogatja a jelenlétét a természetes, azaz a komplex C-vitamin, a szelén és a böjtölés is. A glutatión szintet kifejezetten ajánlott növelni, ha sok gyógyszert szedünk, ha olyan helyen lakunk, ahol erősen szennyezett a levegő, vagy ha rengeteg stressznek, illetve sugárzásnak vagyunk kitéve. A glutatión szintjét azért hasznos növelni, mert segíti szinten tartani a többi antioxidánst, így például a C-vitamin és az E-vitamin szintünk is magasabb, ha magasabb glutatión szintünk. A második csoportban olyan ételeket és kiegészítő táplálékokat szedtem össze, amelyeknek magas a flavonoid tartalma. Több ezer flavonoid félét ismerünk. A flavonoidok adják a növények színét, és a legfőbb feladatuk a növényt védeni a külső káros hatásokkal szemben. Jó flavonoid források a bogyós gyümölcsök, például áfonya, málna, gránátalma, szeder, bodza, a virágpor, a zöld és a fekete tea, a kakaó, illetve a hagymafélék. Pótolhatjuk a flavonoidokat flavonoid koncentrátumokkal is, például a Flavin 7-tel. A flavonoidoknak daganatellenes, gyulladásellenes, sugárzásellenes hatásaik vannak, és jelentős védőtámogatást adnak a két kulcsfontosságú szervünknek, a májnak és a szív- és érrendszernek. Az egyik legjobb táplálék egyébként a szív- és érrendszer megtámogatásához a galagonya, nyers virágpor. Testünk egyik következő fontos saját antioxidánsa a szuperoxid dizmutáz enzim, amelynek egyértelmű a kapcsolata a hosszú egészséges élettel, ugyanis ez az enzim cinkből és rézből épül fel. Ez azért érdekes, mert a 100 év feletti emberek hajszálainak vizsgálatakor, például Kínában, Japánban, Szardinián, két mikrotápanyagot találtak nagy mennyiségben, cinket és rezet. Tehát az SOD enzim a szuperoxid dizmutáz növelését a cink és a réz bevitelével tudjuk megtenni. Mindkettőt érdemes rendszeresen pótolni. Ajánl a figyelmedbe az elektronik italport, amivel nagy dózis lehet belőlük bevinni, jól hasznosuló italport formában, a többi nyomelemmel és ásvánnyal együtt.
A szuperoxid dizmutáz mellett a másik fontos antioxidáns enzimünk a kataláz. A kataláz enzim fő feladata a hidrogén peroxid semlegesítése, amely bár nem a szabadgyök, mégis komoly károkat tud okozni. A kataláz szintet növelhetjük májételekkel, avokádóval, ananásszal és a természetes E-vitaminnal. A következő fontos antioxidánsuk az alfa-liponsav. Az alfa-liponsav segíti a cukor energiával alakulását, ezért antioxidáns szerepe főként a cukor anyagcseréhez kapcsolódik, tehát leginkább akkor van rá nagy mennyiségben szükségünk, ha sok szénhidrátot fogyasztunk, illetve inzulinrezisztencia esetén. Ugye említettem az elején, hogy az antioxidánsok hálózatban dolgoznak, az alfa-liponsav egyebek között segíti például a glutation és az E-vitaminnak a megújulását, megfiatalodását is. Az alfa-liponsav szintünket leginkább vörös húsokkal és májételekkel tudjuk növelni. A zöldségek közül a brokkoli, a paradicsom, a spenót és a kelbimbó növelik még. És végezetül a fűszerek, melyek jelentősége abban van, hogy antioxidánsaik nem csak a szabadgyökök elleni védekezésben hasznosak, de a többségük egy hatékony káros baktérium és káros gomba ellenes szer is egyben. A fűszereket bevihetjük rendszeresen az ételekkel, vagy koncentrált formában, kapszulában, tablettában, olajban is. A hétköznapi fűszerek közül a hét legerősebb antioxidáns erővel bíró a szegfűszeg, az oregano, a zsája, a rozmarin, a fahéj, a borsmenta és a kakukkfű. Érdekességképpen mondanám még a végére, hogy testünk egyik legnagyobb mennyiségben jelenlévő és egyben egyik legerősebb antioxidánsa a húgysav. Ugye a húgysav nagy mennyiségben közfényhez vezet, de ha normál a szintje, rendkívül fontos szerepet tölt be a szervezetünk szabadgyökök elleni védekezésében. Köszönöm, hogy végignézted a videót, ha tetszett, segíts a terjesztésben, kedveld és hozd meg másokkal is. Jó egészséget kívánok neked, találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled.